Sziasztok! Következő interjú alanyom, Cseke Attila, aki az Aver Media Magyarországi képviselője, egyben az ICL és a Wild Multi Gaming szponzorai az Aver Media személyében. Milyen nyereményekkel érkeztetek erre a rendezvényre, Attila? Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Kettő kártyával érkeztem a rendezvényre, a Game Broadcaster HD-val és a Live Gamer HD-val. A Game Broadcaster HD-t már odaadtuk az egyik győztes csapatnak, a Live Gamer HD pedig itt van még nálam. Néhány percen belül ezt is át fogjuk adni. Azt már lehet tudni, kinek adjuk át? Még nem tudom, ahogy hallom a kinti zajokat, valószínűleg. Aki ott nyer majd, valószínűleg azoknak, értem. Mesélj nekem, légy szíves, az első kártyáról, amit már odaadhatok az egyik szerencsés, vagy mondjuk azt, hogy sikeres csapatnak. A Game Broadcaster HD abban különleges, hogy támogatja a streamet. Tehát nem csak felvenni, hanem közvetíteni is lehet a játékot, illetve bármit, amilyen eszközt hozzá csatlakoztatsz a kártyához, és mindezt amatőrök, otthoni felhasználók részére, tehát így az ár is jóval alacsonyabb, mint amennyiben a profi kártyák kerülnek összehasonlítva a tudást. A Game Broadcaster HD egy szoftveres tömörítést alkalmazó kártya, 1080p-s Full HD felbontással dolgozik. És mi a fő különbség akkor lényegében a kettő kártya között? A legnagyobb különbség az, hogy a Live Gamer HD, ami a kezemben van, hardveres. Tehát meg lehet azt csinálni a Live Gamer HD-val, hogy ugyanabba a PC-be rakod be, amelyen játszol, ugyanis nem terheli a processzort. Egyedül a Winchester kiírás az, ami munkát jelent a számítógép számára, minden egyéb műveletet a kártya végez. Ezen kívül, ami még érdekes, a maga a szoftver, amit használunk, a Rec Central szoftver, ez egy saját fejlesztésű program. Minden funkciót nagyon egyszerűen el lehet benne érni. Háromféle beállítási mód, alapbeállítási mód létezik: amatőr, haladó és profi. Értelemszerűen az amatőrnél az alapértelmezett beállításokat használja a kártya, illetve a szoftver, a profinál pedig minden paramétert egyedileg lehet állítani. És ezek a hardverek milyen felbontással dolgoznak, milyen felbontásba készítenek felvételt, és milyen felbontásba, milyen folyamatossággal tudnak közvetíteni? Mind a két kártya 1080p Full HD felbontásban rögzít. A Live Gamer HD kezeli bemeneti jelként a 60 frame per szekundumos értéket is, de fontos megjegyezni, hogy a rögzítés az csak 30 frame per szekundumban történik. Minden eszközt rá lehet csatlakoztatni a kártyákra, ami olyan kábellel, olyan jellel rendelkezik, amilyen bemenet van a kártyákon. A Game Broadcaster HD HDMI komponens is végé a bemenetet tartalmaz, azok ezekkel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy PC-t, konzolokat, gyakorlatilag bármit rá lehet kötni. Mivel a szoftveresen dolgozik, így annyi csak a feltétel, hogy a gép, amiben belehelyezzük, az rendelkezzen a minimális rendszerkövetelményekkel, az erősebb gépet igényel. A Live Gamer HD, mivel hardveres, így sokkal kisebb a gép igénye is. És ezeket a hardvereket, ezeket mennyire egyszerű használni egy átlag felhasználó számára? Most hoztál nekünk ide egy ilyen aranyos kis indítógombot, ez milyen célt szolgál, és melyik eszközhöz tartozik? Ez a Live Gamer HD-hoz tartozik. Az Aver Media 2011-től kezdve kifejezetten gamerek számára fejleszti a capture kártyáit, illetve a rögzítő eszközeit. Először a konzol játékosoknak fejlesztettünk egy külső PC-független rögzítő eszközt. Ez a Game Capture HD, de a újabb fejlesztéseknél is az volt a cél, hogy minél egyszerűbb, minél könnyebb legyen használni, és célirányosan a játékfelvételre koncentráltunk. Ennek a fejlesztésnek az egyik szüleménye ez a kis gomb, ami azon kívül, hogy véleményem szerint nagyon szép, azt a célt szolgálja, hogy játék közben egyetlen egy gombnyomással lehessen indítani a felvételt, illetve a streamet is, és amikor be akarja fejezni a játékos a felvételt, akkor ismét megnyomja.
ledek találhatók benne körbe, amikor fel van telepítve a kártya a gépedre, rádugod az USB-re a gombot, mikor bekalibrálja magát, a ledek körbe-körbe szaladgálnak mindaddig, amíg üzemkész nem lesz. Körülbelül így, mint ahogy a pólómon is látszik. Ez a Rexcentral programnak a jele egyébként. Amikor kész a kalibráció, és működőkész a gomb, akkor attól függően, hogy éppen milyen művelet folyik, olyan jelt küld, úgy világít a gomb a ledjeink keresztül. Felvételnél is szépen lassan körbe-körbe jár. Tehát nem csak indítani és leállítani lehet a felvételt, hanem egyetlen egy pillantással meg lehet állapítani, hogy éppen van-e felvétel, vagy nincs. Milyen gépekről lehet ezt az eszközt, vagy ezeket az eszközöket használni? Gyakorlatilag bármilyen géphez csatlakoztatható, illetve bármilyen gép csatlakoztatható a kártyákhoz. Például a Game Broadcaster HD-nak a VGA bemenetén egy átalakító kábellel akár iPad felvételt, játékfelvételt is lehet készíteni. Konzolok esetében ugye a HDMI-nek a hardveres védelme az, ami szűk keresztmetszetet jelenthet, illetve jelentene, ugyanis például a PlayStation 3 HDMI jelét nem lehet rögzíteni. Éppen ezért a Game Broadcaster HD-nál a komponens kábelekkel lehet azt megoldani, hogy PlayStation 3-ról is felvétel történjen. A Live Gamer HD-val csak Xbox-ról lehet a felvételt elkészíteni. Az Xbox nem védi a HDMI jelet. És a kérdésedre válaszolva, egyedül a HDMI védelem az, ami sarkalatos pont. Egyéb esetben bármiről lehet felvenni képernyő aktivitást, vagy akár játékot, amit rá lehet kötni a kártyára. Tehát akkor lényegében PC-k, Xbox-ok, PS3-ok, persze, hogyha nincsen ez a védelem, amiről beszéltél, igaz? Pontosan, így van. Így van. A Live Gamer HD fejlesztésénél az volt a szempont, hogy a PC játékosok kapjanak egy olyan rögzítőkártyát, amivel megoldható az, hogy ne kelljen egy rögzítőgépet, egy felvevőgépet beállítani pluszba. Ez az egyetlen kártya, amivel azt meg lehet csinálni, hogy a játékgépbe berakva a videókártya jelét egy kábelen visszavezeted a kártyába, az keresztül vezeti a jelet, és így tovább fűzöd a monitorra. Nincs szükség másik gépre, és a játékodat sem akadályozza, nem terheli egyáltalán a gépet, szabadon lehet nyomni a játékot. Többen tesztelték, gyakorlatilag nincs frémesés abban az esetben, hogyha elindul a felvétel a kártyával. Magyarországon ezek a hardverek már mind forgalomban vannak? Tehát kereskedelmi forgalomban megtalálhatók? Igen, mind a két kártya már a magyar piacon megtalálható, bárki által megvásárolható, webshopoktól kezdve a PC-boltokon keresztül szinte mindenhol. Köszönöm szépen a válaszaidat, Attila, és ti is hamarosan teszteket láthattok általunk ezekről a hardverekről, sőt, teszteket már nagyon hosszú ideje láthattok, amikor online és itt Lanonokon is streamelünk, Aver Media kártya segítségével, amiért ismét külön köszönet az Aver Médiának és Cseke Attilának. Attila, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál rám. Szeretnél még valamit mondani a nézőknek? Én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem a Aver Media kártyákról, és jó játékot kívánok mindenkinek!